Hölgyeim és uraim, ez itt a Sport Ma, a Pécs TV napi sport híradója. Cerpán István lesz a vendégem, akivel a PVSK mindenfélét érintő ügyeiről beszélgetünk majd, de lesz a szilveszteri futóversenyről készült tudósítás is a műsorban. Maradjanak velünk, azonnal kezdünk. Ilyenkor év elején mindig egy kicsit zavarban vagyunk, hogy egyrészt kit hívjunk meg vendégnek, hiszen valójában azért nem sok esemény van most a városban, sportvonatkozásban. Másrészt pedig, ha meghívunk valakit, akkor miről is beszélgessünk? A 2005-ös esztendő sikereiről, avagy a kudarcairól? Na most ugye, mivel pozitív alapállások vagyunk természetesen, ezért inkább a sikerekről beszélünk. Persze nem tudunk kikerülni néhány kényesebb kérdést sem. Köszöntöm nagy tiszteltel Cerpán Istvánt, a PVSK ügyvezetőjét. Ügyvezető elnökét, pontosabban István, beszéljünk a jó dolgokról. Labdajátékokban mik voltak a legnagyobb sikerek? Szerintem tudunk beszélni jó dolgokról. Sőt, hát arról fogunk többségében. Örömmel, aztán ha van kellemetlenebb, természetesen arról is. Ha röviden értékelnem kellene az elmúlt évet, akkor a labdajátékoknál én azt hiszem, hogy az ére kívánkozik a női kosarasok sikere mellett, hisz azért a PVSK-ban értékel még a tavalyi bajnoki eredményt, akkor a férfi kosárlabda 5. helyét mondhatjuk, ami a férfi kosárlabda történetében az eddigi legjobb helyezés, és hát nagy örömünkre szolgál az is, hogy a vízilabda följutott az OB1-be. Én azt hiszem, hogy ezek olyan eredmények, amelyeket külön nem is kell tovább becsetelni, és akkor ezután jönnek az egyéni sportágak. Szerintem mindenki örül az atlétika töretlen fejlődésének. Az eddigi országos rangsorba elfoglalt 7. helyről a 4. helyre jött fel a szakosztályunk. Ez a legsikeresebb esztendő. Igen. Az atlétika szempontjából. Igen, Pécsett, ez a legsikeresebb esztendő. Ezen kívül az ökölvívóit megtartották az egyesületi rangsorba a 3. helyet, valamint a tájfutóink a 3. helyről a 2. helyre rukkoltak elő. Hagyományosan jól működnek ezek a szakosztályok, és én azért azt gondolom, hogy a többi szakosztályunkról is, ami itt a műsoridőben valószínűleg nem fér be, azért kedvezően tudnék nyilatkozni, hisz az utánpótlás szakosztályokban és a kisebb szakosztályainkban is jó munka folyt, és mondhatjuk azt, hogy eredményesen tevékenykedtek. És ide röviden még megemlíteném, hogy nemzetközi szinten is azért több olyan eredményt értünk el, ami figyelemre méltó világversenyeken, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon. Az idén is kiosztottátok az aranygyűrűket, ugye két kiváló idősebb sportoló kapta meg ezt a kitüntető címet. Igen, az elnökségünk döntött a 2005-ben is a kitüntetések sorsáról. Héder János nyert el az egyik kitüntetést, 56-ban volt olimpikonunk, és 52-ben pedig Solymosi Egon atléta. Ugye Héder János tornász volt, igen. Elkerült ugyan Pécsről, és hát kimondhatatlan volt az öröme, hogy közel 50 évvel később, de majdnem pontosan 50 évvel később itt a Volt Egyesületének eszébe jutott, hogy őt megjutalmazza azért azokért az eredményekért, amit ő az 50-es években elért. Igazán nagyon szép pillanatok voltak, és hát Solymosi Egont ugye nem kell külön szerintem bemutatni, és itt a pécsi atléta életben kiváló szerepet játszott, nem csak korábban ugye versenyzőként, hanem utána edzőként is. És hát ő is nagyon nagy örömmel vett át a kitüntetést. Dinamikusan változik a sportéletünk a városban, ugye? Most egy kicsit bevezetem majd itt a kellemetlenebb dolgokat talán. Ugye változnak a sport értékmegítélések, esetleg csapatok jönnek, csapatok mennek, játékosok igazolnak el. De ahogy én ismerem a vezetőség és a te kompromisszum készségedet, vagy a probléma megoldó képességeiteket, úgy érzem, hogy ezt az évet könnyen levezényeltétek. Bár volt egy-két kellemetlen szituáció. Például, hogy a hölgykosarasok kiváltak a PVSK-ból, ahol hát tulajdonképpen egy
majdnem azt mondom, hogy egy emberöldöt eltöltöttek. Ez azért egy fájdalmas dolog volt. Én azt hiszem, ha ezt reálisan értékeljük, akkor nyilván a PVSK vezetőinek ez mindenképpen egy kudarc, de szerintem ez nem csak nekünk kudarc. Tehát nagyon sok embernek el kellene gondolkodni, de az idő majd azért igazolja, hogy ez milyen döntés volt, ez majd ki fog derülni. Abban az értelemben kudarc, hogy nem tudtátok őket megtartani, vagy ahogyan történt a válás, gondolok itt arra, hogy mondjuk a anyagi nehézségek is voltak. Ilyen szempontból azért a PVSK részéről hát megkönnyebbülés kell, hogy legyen egy bizonyos értelemben. Hát egy részről ez nagyon igaz, de én azt hiszem, hogy azért a PVSK-ban olyan komoly kohézió van, hogy azért ezek az események nem számítanak mindennapinak. Az anyagi része miatt valóban azért egy megkönnyebbülés volt. Én azt gondolom, hogy azért azok a szakosztályok, azok a sportolók, azok a sportvezetők, edzők, akik régóta dolgoznak a PVSK-hoz, azért ragaszkodnak, és sokat számítanak nekik a gyökerek. Azért a PVSK egy lehetőséget nyújt, én azt hiszem, a társadalom vagy gyökeresztéshez. Elég ritkán szoktunk erről beszélni, de elég gyakran tapasztalom én azt, hogy ez milyen sok embernek mennyire fontos. És változatlanul feladat az, hogy ezt a 14 szakosztályt mi egybe tartsuk, és sportolóink ragaszkodjanak a PVSK-hoz, ápoljuk a hagyományokat, mint például ez a kitüntetés. És én azt gondolom, hogy az elnökség a jövőben is így fog tenni. István, most az jutott hirtelenjébe eszembe, hogy nem teremte ez egy rossz példát. Abban a vonatkozásban te is nagyon jutott, hogy külföldön azért olyan szakosztályi modellek vannak, ahol esetleg egy-két szakosztály működik. Itt most a nagy profi klubokra gondolunk, a Barcelonára, ugye, ahol van egy futballcsapat, egy kosár, meg egy kézi. Tehát, hogy mennyire érzed ezt tendenciózusnak? Illetve mennyivel fontos az egy csapatnak, vagy egy közösségnek, hogy hozzátartozzon egy egyesülethez, mondjuk egy 90 év fölötti egyesülethez? Én azt gondolom, hogy mindig vannak divathullámok, tehát van jó példa arra is, hogy vannak kis egyesületek, egy szakosztályos egyesületek, és megmaradtak a nagy egyesületek is. Én szerintem attól függ, hogy kik dolgoznak benne igazából, hogy tud működni, gondolok a létesítményekre, gondolok a finanszírozásra. Én azért ritkán beszélünk erről, de nagyon büszke vagyok arra, hogy mondjuk az elmúlt két évben még 4-5 szakosztály jelentkezett a PVSK-nál, hogy a PVSK-hoz csatlakoznának, de igazából azért erre az elnökség nem látta a reális lehetőséget, és nagyon nagy, én úgy gondolom, egyetértésnek kell lenni egy-egy ilyen döntés miatt, hisz azért egy 1000 fős tagság, ahogy említettem, azért a kis apparátusnak rengeteg munkát okoz, nagyon sok feladatot, és egy-egy változás azért mindig érzékenyen érint mindenkit. Tehát nem érdemes úgy például valakit odafogadni, ha nem látszik azt, hogy hosszabb távon komolyan dolgoznak, és hát az se utolsó, hogy a szakosztályaink elfogadjanak egy-egy új szakosztályt. Most erre azért jó példák voltak. Hát az elmúlt években voltak, nagyon sokan jöttek hozzátok. És még jönnének is, és most nem akarom felsorolni ezeket a sportágokat. De... Az az igazság, hogy mutatják a kollégáim az egy percet, most itt én voltam a ludas, mert elkérdezgettem itt a dolgokat, de ugye beszélnünk kellett volna arról, hogy az atlétáknál is van bizonyos változás, én megígérem, hogy legközelebb bejössz, és meg erről is beszélünk. Nyilván akkor már valószínű érettebb lesz a helyzet, hiszen kiváló eredmények születtek, de egyetlen mondatot azért még fűzzünk rá erre a beszélgetést, hogy a vízilabdásoknak bizony nagyon nehéz a helyzetük. Szóval ezért tragikus, hogy föl kell egy csapatunk, és gyakorlatilag nem tud hol edzeni, nem tud hol játszani. Lesz itt tizenvalahányadikán meccs? És ezt most nagyon röviden kérlek, hogy válaszol. 100 év alatt egyszer fordul elő ilyen. Ez most, hogy majd később mi történik, ugye azt nem látjuk, de kicsit tragikusnak tűnik. Most a 15-e ígéretek vannak jelen pillanatban, hogy akkor már lehet használni az uszodát. Ez rosszabb, ez mindig rosszul jött, tehát nem tudok olyan időszakot mondani, de ez most nekünk nagyon-nagyon rosszul jött. Tehát egyszerűen egy feljutó csapatnál. Hát előtte már lenne mérkőzés, nem? 12-én vagy 14-én, nem tudom. És kvázi fenyeget a most, szövetség. A mérkőzés is gond, a mérkőzés, de a legnagyobb gond az edzések. Bizony. Tehát legeslegnagyobb, igen, és hát most félig meddig ilyen cigány elnézést a kifejezésén. Az Ambrus Tamást felhívom, ez a kérdésem elsőként, hogy melyik városban vagytok, vagy hol vagy. Mert ugye sose lehet tudni, hogy hol lehet elérni. István, lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm. Ígérem, hogy rövid időn belül még egyszer szeretettel várunk ide a stúdióban. És jó munkát kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.
Ismét volt szilveszteri futóverseny természetesen az év utolsó napján. Egy rövidebb összefoglalót már láthattak a kedves nézők. Most nézzék meg hosszabban a szilveszteri futóversenyről készült tudósítást. Évek óta egyre többen vannak azok, akik futással búcsúztatják az óévet. A Melitta eset gyűsd a kilométert akciójának utolsó állomása, az immár hagyományos szilveszteri utcai futóverseny. A résztvevők többségének könnyű kocogás, vannak azonban atléták, akik számára ez is az éves felkészülés része. A rajtot természetesen idén is pezsgődurranás jelezte, míg az időjárás ezúttal nem kedvezett a futóknak, ugyanis a tavalyi verőfényes napsütés után idén csúszós, havas, jeges úton futott a mezőny. Az előzetes bejelentésnél ezt már sejtettem, hogy így fog alakulni a dolog, mert hát nem ígértek jó időt a versenyre, de most azért aránylag meg vagyok elégedve vele, mert azért kisütött a nap, és az út zöme, ahol a verseny fog folyni, nagyon szépen le van tisztítva. Tehát nem lesz olyan különösebb, itt van egy kis jegesedés, meg egy-két helyen, de többi majdnem szárazaton fognak futni. Szokás szerint az atléták és a Proform Triathlon Klub sportolói csak a rajtnál voltak együtt a mezőnnyel. A Megyeri útra fordulva azonban már tetemes előnyre tettek szert. Ez persze egy cseppet sem zavarta a kocogókat, akik közül többen jelmezbe bújva futottak. A profi sportolóknak rövid, a többieknek azonban elég fárasztó kört, leggyorsabban a Pécsi Futóklub atlétája Sántavi Zoltán és a Proform Triathlon Klub versenyzője Nógrádi Tamás tette meg. Akik sokáig együtt futottak, a hajrát azonban Sántavi Zoltán bírta jobban. Őket követte a szintén atléta Éder Patrik. A hölgyek közül Dér Andrea ért elsőként a célba. A gyűsda kilométert akció érdekessége, hogy néhányan a kezdetek, azaz a 80-as évek eleje óta részt vesznek a szilveszteri futóversenyen. Kellemes volt, kellemes. Féltünk, hogy jeges lesz, de nem nagyon. Jó volt az út. Kicsit hideg volt itt tüdőre, hogy a levegőt vett az ember, akkor érezte, hogy hideg a levegő, de nagyon kellemes volt. Évek óta szoktunk találkozni itt a gyűsda kilométert akción. Melyik? Sajnos már nagyon sok év óta találkozunk. Mi a legjobb neked? A futás, vagy a biciklizés, vagy a túra, melyiket szereted a legjobban, és miért? Ez időjárástól függő, bármelyik jó. Nincs, nem tudok választani közé. Újévi fogadalmat szoktál tenni? Nincs újévi fogadalom, nincs. Ugyanúgy, ahogy eddig. Egészségesen élni, sokat futni, túrázni, kerékpározni, úszni. Ennyi. Hogy esett neked ez a futás? Hát, jól. Szoktál ilyen versenyeken indulni? Néha. Hány kilométer volt ez, tudod, és hogy osztottad be az erődet? Hát, nem tudom. Nem tudod? Kivel? Egyedül futottál, vagy többen voltatok, akik együtt futottak? Hát, így. Csak én egy kicsit lemaradtam. Hát, egy kicsit elfáradtam. Melyik volt a legnehezebb része, hogyha így visszagondolsz rá? Hát így az elején egy kicsit. Edzésen ti szoktatok ennyit futni? Igen. Először, amikor az elején a csapatommal futottam, utána meg lemaradtam, és a csalakatával. Nem volt neked nagyon csúszós ez a terep? Nem, egy kicsit, hát egy kicsit. Edzésen szoktatok ti is ennyit futni? Igen, szoktunk. Január 28-án lesz a Hegyre Föl című versenyünk, ami az első az évben. Az a Tetje vendéglétől a kilátótoronyig, illetve a tévétoronyig, és hát ott lehet futva, gyalog vagy kerékpárra teljesíteni a távot. A rendezvényt ünnepélyes díjkiosztó zárta. A rövid híreink, információink következnek most. Ebben az esztendőben Pélei Dorottya, valamint Mészáros Kitti lett a középiskolás jó tanuló, jó sportoló cím tulajdonosa. Katics Bernadett kolléganőm egy edzésükön látogatta meg a fiatal hölgyeket.
Idén két PVSK-s sportoló kapta a Jó Tanuló Jó Sportoló országos kitüntetést. Az atléta Mészáros Kitti az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon második helyezett 4x100 méteres váltó tagja volt. Pélei Dorottya pedig a tájfutó rövidtávú ifjúsági EB-n korosztályában első helyen végzett. Az atléták már túl vannak az állóképesség fejlesztő erősítő munkán, és megkezdték a speciális felkészülést a fedett pályás versenyekre. Gáspár Gábor edző elmondta, hogy elégedett az idei év eredményeivel, de jövőre, ha nem zavarja sérülés a felkészülést, még sikeresebb évre számítanak. Mészáros Kitti ugyanis egyéniben is szeretne minél előrébb jutni a korosztályos ranglistán. Gáspár Gábor hozzátette, hogy a téli fedett pályás versenyek után dől majd el, hogy tanítványa távolugrásban vagy gátfutásban indul a nyári junior világbajnokságon. A másik PVSK díjazott Pélei Dorottya pedig a tájfutó ifjúsági Európa bajnokságra készül. Ennyi volt a sport, ma a Pécs TV napi sport összefoglalója, a képernyőn internetes elérhetőségünket tetszenek látni. Szerdán is várom Önöket ugyanitt, ugyanebben az időben. Tartsanak akkor is velem, viszontlátásra!